Sok szeretettel köszöntjük Önöket a nyári szünet utáni első sétánkon. Idén december 4-én ünnepeljük Ferencváros 225. születésnapját. Ez alkalomból a következő fél évben olyan eseményekkel, emberekkel, illetve történésekkel foglalkozunk majd, amelyek kiemelkedő fontossággal bírtak Ferencváros életében. Ambrus, mi volt itt 800 évvel ezelőtt mondjuk Ferencváros helyszínén? Hát itt, ahol állunk, itt húzódott Pest szabadkirályi város fala, városfala, és ennek alkalmából mi át is jöttünk a kerület határa, át is léptünk. Akartam mondani, hogy átléptünk. Így van, tehát most mi az 5. kerületben a Bástya utca sarkán állunk. Ugye a Bástya utca tulajdonképpen annak az emlékét őrzi, hogy itt valahol, valamikor a városfal húzódott, ez a mai 47-es, 49-es villamosvonala tulajdonképpen, és ezzel a városfallal igen szoros kapcsolatban állt már az a település, amelyet Szent Erzsébet falvának hívtak, és a városfaltól, tehát mondjuk itt a Bástya utcától egészen a mai Boráros térig húzódott, talán még egy kicsit tovább is, a Duna mentén végig, és biztosan tudjuk, hogy 1258-ban már létezett, ekkor született az első olyan okirat, amely megemlíti Szent Erzsébet falva nevét, egy nemes embert említ tulajdonképpen, aki ebben a faluban rendelkezik telekkel, egy jogi ügylet révén merült fel az ő neve, de az is valószínű, hogy már 1235 után Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Erzsébet szentélyavatása után már ezzel a névvel rendelkezett ez a település, amely hát sok házzal, királyi vámmentességgel rendelkezett, a környék Pest vármegye nemesein szép számmal rendelkeztek itt telkekkel, kis házakkal, hát természetesen nem olyan házakat kell elképzelni, mint itt a belvárosban vagy a belső Ferencvárosban, tehát több emeletes téglából kőből épült házat, hanem egyszintes falusias jellegű épületeket kell elképzelni. Kis kertesházas övezet? Mindenhol volt, hát így van, mindenhol volt majorság, szántóföld, egy nagyon, ugye nem azt a sűrű betelepülést kell elképzelni, mint ami az újkori Pestet, illetve hát természetesen a mai nap, vagy a mi környezetünket illeti, hanem egy házat és körülötte szántóföldet, veteményes kertet, gyümölcsös kertet esetleg. Szóval ez egy hosszú szalagtelepülés volt elsősorban. Azt hadd kérdeznek, hogy ezek a kövek, amit itt látunk ezen a falon, ezek még az eredeti kövek létezik? Így van. Amiket annó... Így van, mondjuk a 13. században, 14. században a városfal építése és korszerűsítése idején használtak, azok ezek a kövek valóban, ezek a kövek megélték aztán a török dúlást, amiről még fogunk beszélni, át is élték, és hát egészen 1794-96-ig meghatározták itt a városképet. Második József a kalapos király rendelete volt az, amelynek következtében aztán ezt a városfalat elbontották, de erről is fogunk majd még beszélni, és helyenként egy-egy részen, a belváros részén ilyen maradványszerűen fal szakaszok megmaradtak. A Bástya utcában, itt például, ahol egy parkoló és egy óvodának a játszó tere működik, ott például a mai napig is nagyon szépen megtekinthető ez a rész. Egyébként ugye kiszögellései is voltak ennek a városfalnak. A legfontosabb, számunkra a legfontosabb kiszögellése az a kecskeméti kapu volt a mai Kálvin téren, amit új kapunak is hívtak annak idején, de a Királyi Pál utca és Vámhász körút kereszteződésén is állt egy bástya, és itt a Fővám tér, a mai Fővám tér és a mai Váci utca
találkozásánál is állt egy bástya, amely ugye védte a délről esetlegesen jövő támadás ellen a várost. Ugye Pestről beszélünk, nem Szent Erzsébet falváról, hiszen ez a város falon kívül esett, de azért az egybeépítkezés, az egybe növés azért jellemezte ezt a települést, a mi településünket a 14.-15. Században, és még azt is tudjuk, hogy kik azok a név szerint is tudjuk, hogy kik azok a nemesek, pesti patriciusok, akik tulajdonképpen az urai voltak ennek a településnek, amely a 15. században már biztosan mezővárosként működött, sőt, még azt is tudjuk, hogy több alkalommal Pest vármegye közgyűlése, tehát a nemesi vármegye közgyűlése, a nemes emberek itt Szentfalván gyűltek össze, hogy megyegyűlést tartsanak. És ez a település, amely már mezővárosi ranggal bírt, egészen 1526. szeptemberéig, azt lehet mondani, virágzott itt Pest város mellett, ezzel egybe forva. És mi történt 1526 után? Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés. 1526. szeptember 13-án megérkeztek a Mohácsnál győztes török csapatok, elfoglalták Budát, elfoglalták Pestet, és hát rövid itt tartózkodás után kirabolták mindkét várost. Hát a Buda és a királyi vár volt a legfontosabb terület igazából a török csapatok, és hát a Szulajmán szultán vezette török csapatok szempontjából, ugye fontos megemlíteni az ő személyét is, ő itt akkor 36 éves korában először tekintette meg belülről a budai királyi várat. Minden mozdíthatót elvittek, hajókra raktak, Belgrád, az akkori Nándorfehérvár, amely már török kézben volt, vagy kézen volt, irányába elhajóztak. Egy hajóhidat is kiépítettek itt, és szeptember 20-án és 21-én elvonultak, és hogy emlékezetessé tegyék az ő itt létüket, fel is gyűjtották Pestet és környékét, és ebben a dúlásban, gyűjtogatásban végérvényesen egy pillanat, tulajdonképpen egyik napról a másikra Szent Erzsébet falva, vagy rövidebb nevén Szent falva megszűnt létezni. Mi történt a török dúlás után? Hát a török dúlás után az történt, hogy a török egy ideig elment, ugye 1526-ról beszélünk, és aztán 1541-ben véglegesen elfoglalta Budavárát, és innentől kezdve itt is maradt. Ugye ez a bizonyos 150 éves török uralom, ez mindenki számára ismert fogalom. Egészen 1686-ig Buda visszafoglalásáig a ma Ferencvárosként ismert rész, terület egy teljesen lakatlan, házaktól mentes, kihasználatlan terület volt, ahol igazából se mezőgazdasági művelés sem folyt, állattenyésztés sem folyt. Tulajdonképpen egy olyan rész volt, amely senki által nem volt használva, és egészen a 18. század első harmadáig kellett várni, amikor az első telepesek megérkeztek, hogy viszonylag jó feltételek mellett választhassanak maguknak és vásárolhassanak maguknak telkeket itt Pest Szabad királyi városától délre, és hát 1734-ből maradt fenn az első olyan külvárosi telekkönyv, amely már rendelkezik olyan adatokkal, amelyek bizonyítják, hogy a mai Ferencváros belső részén, a mai belső Ferencvárosban megindult az élet. Következő adásunkban az egykori Szent Erzsébet falváról visszaérkezünk, visszainvitáljuk Önöket a mai Ferencvárosba, ahol arról fogunk majd beszélni, hogy hogyan is kapta meg kerületünk a nevét.